Olimpiai érmeseink közül a nagyobb számban hiányolt új generáció egyik jelese, aki 200 méteres pillangóúszásban bronzérmet nyert, ahogyan tette azt egyébként az idei EB-n is. Rióban előtte kétszer megelőzte példaképét Michael Phelps-t, a pécsi úszót, Kenderesi Tamást kapcsoljuk már is, ő van itt velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tamás, az igaz, hogy lényegében gyerekkorodban mondhatjuk azt, hogy téged el akartak tanácsolni az úszástól? Hát nem azt mondták, csak valahogy úgy igen, jó, mondhatjuk így is, na. Na figyelj, és meghívtad már egy sajtburesztre azt, aki azt mondta, hogy inkább ne legyél úszó? Nem hívtam meg. Egyébként miről kaptál az olimpia után több kérdést, a burgerről vagy a 200 pillangó döntőjéről? Hát ez egy jó kérdés, ugyanis a burgert körülbelül már többször hallottam, mint minden más szót, úgyhogy ez eléggé fölkapott lett. Maradjunk abból, hogy mi most koncentrálunk inkább az utóbbira. Azt mondtad, hogyha nem akartál volna mindenképpen Phelps előtt végezni az előfutamon és az elődöntőben, akkor lehet, hogy még nagyobb meglepetést tudtál volna okozni. Na, akkor egy kicsit ezen a mi lett volna, ha vonalon menjünk végig. Igen. Azt mondtam az előfutam után, hogy ez nem volt akkor a tempó. Éreztem, hogy jó formában vagyok, de féltem attól, hogy kivesz belőlem, mert ez volt az EB-n is egyébként, és de mivel úgy jött a pályabeosztás, hogy a Chadlock Lowe és a Michael Phelps között tudtam úszni, így mondtam öcsémnek, hogy tök mindegy, hogy mi lesz a döntőbe, akkor hatodik haszakad, én meg akarom őket verni, úgyhogy ez volt a cél. Ez sikerült is, és annak nagyon örültem, mert láttam a Phelps-en azt, hogy nem akarta azt hagyni. Úgyhogy ez egy külön élmény, és úgy voltam vele, hogy körülbelül már most megéri az egész, hogy már ott kint ezt sikerült megcsinálnom. Hát igen, talán nem hittem eléggé magamba, hogy meg lehet az arany. És ez a 26%, ez lehet, hogy abban volt benne, hogy túlságosan is megúsztam az első két úszást. De hát akkor ezek szerint ugye ez azért úsztad meg túlságosan, mert ez a pályabeosztáson múlott meg az időken. Hogyha te lehet, hogy kijebb úszol mondjuk kettővel, és nem a két nagy ász közé kerülsz, akkor ennyire nem spanol fel ez a dolog. Viszont hogyha már ilyen volt a pályabeosztás, akkor kard ki kard gyerünk. Nem, ez igazából nem így van szerintem, mert hogyha egy futamban vagyok velük, az ugyanaz. Egyes pályáról is lehet nyerni olimpiát, meg minden. Nem, ez arról szólt, hogy ezt még meg akarom csinálni itt, ott kint Rióba, hogy őket megverjem. Ilyen, hát nem tudom. De tényleg nem hittem eléggé az aranyba, ez a lényeg. Ez hogyan van egyébként a te felkészülésedben? Ugye nagyon sok sportolónál felvetődött az, hogy lehet a nyomást elviselni. Többen, akik nagyon esélyesek voltak mondjuk ellentétben veled, aki fiatalként most robbantál be az elmúlt egy évben főképpen. Szóval, hogy a nyomás alatt összetörtek. Te hogyan kezeled azt, hogy egyébként mit gondolnak rólad, meg mit írnak rólad, meg mit mond a közvélemény, vagy mit várnak tőled? Hát annyira ezt nem, annyira ez nem foglalkoztat, de nyilván azért követem ezeket. Hát próbálom magamat adni a versenyeken, és próbálok csak magamra koncentrálni, meg persze a többiekre, de nem gondolok többet az mögé, ami van. Tehát jó, oké, olimpia, minden, de ugyanúgy egy verseny, és ugyanúgy minden ugyanaz. Csak hát próbálom élvezni az egészet, és így, hogy ezt megelőzöm, hogy ne váljon az egész egy görcsösségé, így tudom kihozni magamból azt, ami bennem van. Na most ugye valamilyen önbizalom növelésre egyáltalán van-e szükséged? Ugye Járai Róbert sportpszichológus szerint te szerencsésen laza vagy. Ezek előtt, a versenyek előtt izgultál? Hát igen. Igen, eléggé, de egyébként most így az utóbbi fél évben jött elő az, hogy annyira nem. Tehát kicsit felszabadultabban tudtam úszni, és tényleg inkább magamat adni, ami
Egyébként engem is meglep, mert azelőtt én egy eléggé ilyen szorongós, meg ilyen rágörcsölős figura voltam, úgyhogy nem tudom, hogy ez minek köszönhető, lehet annak, hogy beléptem a felnőttek mezőnyébe, de örülök neki, hogy így alakult. A döntőben ugye a japán Sakai Masato benyúlással előzött meg, ez mennyire bosszantott? Hát meg a Michael is benyúlással előzött meg. Szóval, hát annyira nem bosszantott, meglepett szerintem mindannyiunkat, ugyanis hát ő volt az a japán, aki kevésbé volt esélyes a jobb eredményre. A Daya Sato volt az esélyesebb, aki 400-esen világbajnok volt. Tehát tavaly, meg... akkor mondhatjuk, hogy ő volt a japán kenderesi. Igen, olyasmi. Igen, hát nagyon jól úszott ő. Egyébként vele néztem vissza az első, tehát a versenyt, ott vele néztem vissza az első felvételt, már a buszon, úgyhogy ja, hát nagyon, nagyon jól úszott, nagyon, nagyon jól elbújt, tehát mindenki gondolom őt figyel, vagy mindenki gondolom a közepét figyelte, hogy ott mi lesz. Ő viszont elég jól tudott delfinezni, meg tényleg nagyon jól úszott, úgyhogy megérdemelte abszolút, és ő is majdnem nyert, tehát én 26 századdal maradtam el az aranytól, ő meg 4 századdal, úgyhogy elég szoros volt. Igen, és gondolj bele, hogy lehet, hogy miközben mi itt egy magyar televízió reggeli műsorában arról beszélgetünk, hogy belőled mennyit vett ki, vagy mennyit tett az önbizalmathoz hozzá, ugyanakkor az, hogy Phelps-t az elő döntőben legyőztet. Egy japán televízió reggeli műsorában meg arról van szó, hogy neki meg az jött be, hogy Kenderesivel együtt nézte meg az előfutamot. Igen, lehet, igen. És utána lesúranózta. Hogy állunk a Phelps-féle tetoválással? Úgy állunk, hogy sehogy sajnos, mert mondtam neki, hogy szeretnék tőle kérni valamit, meg minden, meg a Chase Killisnek is mondtam, hogy mit szeretnék, és mondta, hogy mondja majd neki. És mondtam a Michaelnek, hogy nem szeretném zavarni, úgyhogy, mert hát azért elég sok számban indult még azon kívül, és hogy akkor mikor tudnám beszélni, és mondta, hogy a versenyek után. Hát a versenyek után oda mentem a csapatirodához, és mondták, hogy elment, úgyhogy pedig Rióba volt még, szerintem, az biztos. Mindegy, ennyi volt a nagy történet. Majd azért próbálok utána járni, meg megkeresni őt, ami nem lesz egyszerű. Világos, de nem adtad föl, tehát előbb-utóbb meg lesz ez a tetkó. Hát remélem, igen. Uh-huh. Na most azt mondd meg, hogy... Itthon, ezután az eredményed után, általában meg muszóberkekben is, nem csak a drukkerekre gondolok, hogyan fogadtak? Szerinted innentől kezdve a te helyzeted, pozíciód mennyiben változik? Egy olimpiai bronzérmesről beszélünk. Hát igen, ez még számomra is meglepő, úgyhogy gondolom a többiek számára is. Hát nem tudom, én úgy vettem észre, hogy így a többiek pozitívan fogadják, ugyanis hát nem tudom, annyira... Ugye nincsen olyan ember így az úszósportban, meg így összességében, aki ne bírná egyébként. Tehát úgy körülbelül mindenkivel jóba vagyok. Úgyhogy szerintem így az emberek többsége inkább örült annak, amit elértem. Hát igen, én is úgy látom, hogy csípnek téged. Decemberben rövidpályás világbajnokság, amiről Cselaci hallani se akar. Te mondjuk arra akarnád használni, hogy javítsd a fordulók technikáját, vagy az eredmény fontos? Egyáltalán fontos ez a rövidpályás megméretetés? Hát én úgy gondolom, hogy számomra nem biztos, hogy fontos, viszont abból a szempontból lehet fontos, hogy versenyhelyzetet gyakoroljam. Ha most megnézzünk egy Cselacit, ő már volt millió nemzetközi versenyen, én meg voltam körülbelül 2-n, vagy 3-an, nem tudom. Úgyhogy nekem mindenképpen kelleni fog ez, már csak azért is, hogy tapasztalatot szerezzek. Világos, de azzal már szembesült, hogy iszonyatosan sokat kell majd repülőn utazni az eddigiekhez képest, hogyha ilyen nagy versenyeket akarsz nyerni? Hát igen, de ezzel nincsen semmi probléma. Szerencsére nem vagyok olyan, aki parázik a repülőúttól. És hát akkor jövő évben hazai VB. Lehet, hogy jó lenne, hogyha felszel ezt a tetoválás dolgot, akkor meg lehetne dumálni, nem? Hát igen, az jó lenne, csak hát nem tudom, hogy fog-e majd úszni.
bejelentette a visszavonulását 200 pillanatról, meg aztán főleg, mondjuk ezt nem is csodálom, ugyanis nem sikerült sokkal nyernie most, úgyhogy ez egy jó lépés szerintem. Hát reménykedek benne, hogy még fogok vele találkozni, bár nem látok rá sok esélyt. Így a VB-vel kapcsolatban pedig hát minél jobb eredményt szeretnék elérni. Így ezzel a bronzéremmel szerintem nem kizárt az is, hogy meg tudom nyerni. Így legyen, Tamás. Gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm szia. Szépen. Szia.